Sok esemény és kevés műsoridő. Címszavakban így is kezdhetnénk a mai Rozsnyói Magazin műsorát, üdvözlöm nézőinket. Ám nézzük először, mi is került a mai adásba, rövid hír vagy riport formájában. Hogyan tovább végzősök? A középfokú intézmény befejezése után még augusztus 31-ig alanyi jogon jár a gyereksegély és az állam biztosítja az egészségügyi biztosítást. Kétnapos megemlékezés zajlott városunkban a holokauszt 71. évfordulóján. Királyi programsorozat kezdődött a Betléri Andrássy kastélyban. Habsburg György nyitotta meg a Kastély Múzeum legújabb kiállítását, ő felsége a királyné címmel. Városunk június 15-én 6. alkalommal lesz házigazdája az Ipolyi Arnold, szlovákiai magyar népmese mondó verseny országos döntőjének. Aktuális hírrel indítsuk a mai műsort. A gimnázium és a Magyar Ház mellett működő Gigszer diákszínpad ma kezdte szereplését a komáromi jókai napokon az országos színjátszó seregszemlén. Következő magazinműsorunkba sorolódott rozsnyói bemutatójuk. Maradjunk még egy összeállítás erejéig a diákoknál, mégpedig a végzősöknél. Ha be is fejezték a középiskolát, augusztus 31-ig gyerekeknek számítanak, így az állam gyereksegély és egészségügyi biztosításban is gondoskodik róluk. Néhány tudnivaló azonban nem árt, ha újból elmondjuk a végzős diákokkal kapcsolatban. Érettségi vagy záróvizsgák. A napokban fejezik be középszintű tanulmányaikat a diákok. Augusztus 31-ig alanyi jogon jár a gyereksegély, és az állam biztosítja az egészségügyi biztosítást. Érettségizők tulajdonképpen érettségi után egészen augusztus 31-ig nem kötelesek jönni evidencióba, a munkaügyi hivatalra. Nekik van idejük egészen szeptember 7-ig eljönni a nyilvántartásban. Úgyhogy mindenki, aki nem kapja még a papírt a főiskoláról, hogy fel van véve, azoknak mindenkinek kötelessége, hogy eljöjjön nyilvántartásba a munkaügyi hivatalra. A hétnapos szeptemberi határidő lehetővé teszi, hogy visszamenőleg szeptember 1-től legyenek regisztrálva a pályakezdő álláskeresők. De mi a helyzet a frissen végzett diplomásokkal? Ők viszont kötelesek 7 napon belül az államvizsga után eljönni a nyilvántartásba, mivel ő utánok nincs fizetve az egészségügyi biztosítás. Az az abszolvens, aki nem talált munkát és törvényes határidőn belül nem kérvényezte nyilvántartásba vételét a munkaügyi hivatalban, önkéntes álláskeresőnek minősül, és a törvény az egészségbiztosítás fizetésére kötelezi. A rozsnyói járásban jelenleg 23% körül mozog a munkanélküliség aránya. Minden éven az a tapasztalatunk, hogy a szezonmunkák szempontjából a nyilvántartásban kevesebb is kevesebb személy van. Ez majd aztán szeptemberi hónappal egy picit még növekszik, amikor a középiskolások eljönnek a nyilvántartásba. A munkaügyi hivatal fiatal álláskeresők részére különböző projekteket kínál. Ezek közé tartozik a 80%-os bérköltség térítése a munkaadó számára. A projekt úgy működik, hogy 25 és 29 éves korú fiatalokra vonatkozik. Hogyha a munkaadó felveszi őket munkaviszonyba, akkor 80%-ot abból refundálunk. Ez a munkaviszony meg van szabva, 12 hónapot refundál a munkaügyi hivatal, és még plusz 6 hónapig meg kell a munkahelyet tartani. Nagyon hálás és érdekes program, amelyiket nagyon sokan kihasználták már a múltban, és mostanában is nagy az érdeklődés iránta. 29 éven aluliak esetében 6 hónap, míg 25 évnél fiatalabbaknál 3 hónap a számba vett regisztrációs idő a munkaügyi hivatalnál. A juttatást az a munkaadó igényelheti, aki betartva a törvény által megszabott feltételeket munkahelyet teremt. A támogatás valójában 80%-os bérköltség térítést jelenthet. Kétnapos megemlékezés zajlott városunkban a holokauszt 71. évfordulóján. Az önkormányzat a rozsnyói temetőkertben a városból elhurcolt zsidó áldozatok emlékműjénél szervezett kegyeleti ünnepséget.
Janka Micsudová az oktatásügyi szakosztály vezetője, és Matus Bischoff önkormányzati képviselő volt az ünnepség szónoka, majd magyar nyelven Kardos László helytörténész szólt a jelenlévőkhöz. A 303 haláltáborokba elhurcolt zsidó áldozatokból újra elhangzott 30 rozsnyói neve. Eichner Sándorné. Einhorn Hermanné. Endler Árpádné. Endler Ignác Özvegy. Endler Margit. Engel Géza. Englender Erzsébet. A kegyeleti megemlékezés koszorúzással zárult. A Bányászati Múzeumban nyílt Kelet-Közép-Európa zsinagógái című kiállításról következő magazin műsorunkban számolunk be. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Ezzel az igével tartott hitnapot az Abaúj-Tornai Egyházmegyei Lelkés csapat a Református Egyházi Alapiskolában. Ügyességi és logikai játékok keretében az éven negyedik alkalommal szervezték a missziói programsorozatot. Olyan gyermekcsapatokat alakítottak ki a diákokból, amelyekben az alsó tagozatostól a felső tagozatosig minden korosztály szerepelt, hogy így is segíthessék egymást a feladatokban. Hatodik alkalommal szervezte Sörkérdés címmel szellemi vetélkedő estjét a Villanova ifjúsági csoport. A széleskörű műveltségi játékos vetélkedőben Szanyi Szilvia és Böszörményi Tamás játékvezetők már rengeteg feladatot dolgoztak ki a 7 résztvevő csapat számára. Legközelebb vetélkedő estjükre június 18-án kerül sor a Stop Bárban. Ekkor derül ki, melyik csapat lesz a 7 fordulóból álló vetélkedő győztese. A régió és a város egyik prioritása az idegenforgalom. És ha jól megy, mondjuk rá Beklérnek, több mint valószínű, hogy Rozsnyón is megállnak a turisták, és ez mindenkinek jó. A Betléri kastélyban már több ezren látták az ő felsége a Királyné című kiállítást, amit Habsburg György bocsájtott útjára. És egy ilyen kiállítás segít, hogy többet a történelem és a történelmi tényekkel tudunk foglalkozni. Hódolat és elismerés. Habsburg György nem csak a kiegyezés utáni történelmi időszak egyik legszínesebb egyéniségének jellemezte a magyarok királynéját, de elismerően nyilatkozott a Betléri kastély jelenlegi állapotáról. Sikerült megtartani ezt a kastélyt. Hát mindent, hát amit itt benne van, hát az egész gyönyörű, szép tárgyak, hát amit itt ebben a kastélyban vannak látható, szintén ezt ad meg egy lehetőség egy kicsit szintén benézni a történelemben. Hát nézni, hogy milyen volt az élet itt. Mondjuk nem olyan régóta, mondjuk hát mi van 150 év? 150 év, hát ez nem olyan sok idő. Több száz műtárgy, fotó, festmény szerepel Bécsi, Magyarországi és Hazai Múzeumok gyűjteményéből az Erzsébet királyné életútját végigkövető tárlaton. Sok olyan műtárgy van, amelyek eddig csak a raktárakban voltak. Nagyon sokról nem is tudtak a kollégák a múzeumban, hogy létezik. Ezekhez tartozik a kis textil erekje 1898-ból, amikor Erzsébet elhalálozott, a ruhájából, amelyet a milléniumi ünnepségen viselt, Ferenc Ida készített egy kis erekjét, és ezt a Pozsonyi Városi Múzeumban fedeztük fel. Ehhez társul egy levél is, amit Pálfi Gabriela grófnőnek, Andrássy Manónénak írt, és ezt ki is állított. Igazi ritkosságok is helyet kaptak a kastély földszinti termében. Sziszi és Andrássy Gyula levelezése vagy egy lappangónak hitt műtárgy. Festményről van szó, Andrássy Gyulárné portréjáról, Kendefi Katalin, Lembach Franz festette a képet, és 1945 óta a képet lappangónak tartja számon a hazai és külföldi művészettörténet. A Gödöllői királyi kastély 26 műtárgyat kölcsönzött a kiállításra. Vannak porcelánok, herendi porcelánok, akár Ferenc József monogramos is említhetem, de a herendi porcelán manufaktúrának van egy Gödöllő mintája, ami kifejezetten a Gödöllői kastélyba készült. A királyi pár ott használta a Gödöllői királyi kastélyban, és ebből is van itt, de vannak olyan olajnyomataink, amelyen Erzsébet királynét lehet látni, vagy legyezőket például. A kiállítás kurátorai több tematikus egységbe sorolták a kiállítást. Az elsőben az a Habsburg és az Andrássy család közötti viszonyokat vizsgáljuk és mutatjuk be a nagy közönség számára. A második helyiségben pedig már magával az ifjú Wittelsbach Bajor Erzsébet ifjú éveivel foglalkozunk. A következő helyiségben, a harmadikban, már pedig a maga kiegyezés korszakát és a koronázását.
Ez a leggazdagabb múzeumi anyag. Erzsébet királyné megkoronázása után 17 udvarhölgyéből 3-at az Andrássy családból választott. Andrássy Manóné Páfi Gabriellát, Andrássy Aladárné Wenchem Leontint és Kendefi Katalin grófnőket. A kastély Sziszi szalonjában Feszti Árpád koronázási festménye mellett láthatók az udvarhölgyek. A következő termekben a királyné adományai és a Sziszi film főszerepét alakító Romy Schneider színésznő pompás ruhája látható. A királyi programsorozat részeként Sziszi betléri hasonmása is bemutatkozott a nyilvánosság előtt. A köszöntés és séta után Erika Doseková audencián fogadta a kastély látogatóit. Az aranyszalonban első Ferenc József trónszékén válaszolt a nagy számban megjelent turisták kérdéseire. Fogadom a látogatókat, aztán újra hétvégén jelenek meg a nagy közönség előtt, mivel államvizsgáim vannak, árult el a hasonmás. Magyarul már 2 mondatot megtanultam, ha befejezem a tanulmányaimat, teljes energiával nekilátok, mondta őszintén Sziszi betléri hasonmása. Annak ellenére, hogy Szlovákiában több mint 10%-kal csökkent az országba látogató turisták száma, a Betléri Kastély Múzeum programjaival már tavaly is több látogatót vonzott a régióba, mint az előző esztendőkben. Szeretnénk a jövőben visszajönni, és még alaposabban, még részletesebben megnézni a kastélyt. Gyönyörű szép, gyönyörű szép. Ez a második alkalom, hogy itt vagyunk, és gyönyörű szép, nagyon szépen karban van tartva tényleg. Nagyon örülünk, hogy ide kilátogattunk, és jövünk máskor is mindenféleképpen. Júniusban Andrássy piknik, majd augusztusban koronázási ünnepség várja a kastélyba érkezőket. Őfelsége a királyné című tárlat szeptember végéig látogatható. Június 15-én hétfőn lesz az Ipolyi Arnold szlovákiai magyar népmesemondó verseny országos döntője a Városházán. Június 20-án szombaton nyitja kapuit a városi strandfürdő. Európai Uniós információkkal folytatjuk tovább adásunkat, új magazin műsorral pedig az ismétlések után jövő héten szerdán várom Önöket. A viszontlátásra!